A műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Két hónap múlva ilyenkor paralimpikon sportolóink már javában küzdenek az érmekért Rióban. Nincs sok idő hátra a felkészülésükből, ám reménykedünk, hogy még több kvótát szereznek sportolóink. Jó napot kívánok! Mutatom, kikkel is készültünk ma önöknek. Engelhardt Katalin immár a 7. paralimpiájára készül, aki még ennyi idő elteltével sincs megbarátkozva a hajnali csobbanásokkal. Krajnyák Zsuzsanna a munkában hisz. 18 éves pályafutással a háta mögött tudatosan készül a paralimpiai aranyéremre. Zborai Gyula életútját mindig a győzni akarás segítette. Most csapatban készül a dobogó egyik fokára felállni. Váci Anita élete teljesen felfordult, amióta kvótát szerzett. Szegeden az álma megvalósításáért küzd. 7. paralimpia, vagyis 28 éve ott van Engelhardt Katalin a profi paraúszók között. Pályafutása csúcsa az atlantai paralimpia volt, ahol is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Motivációt mindig talál, következzen ő. Ez a sport tényleg eddig az életemet jelentette, és számomra ez egy nagy szerelem, amiben mindig érzem, hogy van még tartalék, és van még javulni lehetőség, és addig izgat engem, hogy mit tudok még önmagamból kihozni. Kati 6 évesen kezdett el úszni. Akkor még nem gondolta, hogy eljön az az idő is, amikor a 7. paralimpiájára készülhet. Imádtam a vizet, imádtam úszni, de az elgondolkodtatott, hogy miért fontos az, hogy ki ér előbb a medencébe. Nem értettem, hogy miért határoz meg egy emberi minőséget, de hát nyilván, ahogy nagyobb lettem és belekerültem így a élsportba, úgy már teljesen másként láttam a dolgokat, és akkor már igen, akkor már motivált és hajtott az, hogy érmet szerezzek, és minél jobb eredményt érjek el. 1992-ben a barcelonai paralimpián Kati újoncként paralimpiai ezüstérmet szerzett. 4 évvel később pedig már a dobogó legfelső fokáig jutott. Úgy mentem ki, hogy igen, szeretnék aranyérmet, de amikor a paralimpiára kiutaztunk, és ott voltam ebbe a egésznek a forgatagába, akkor már úgy voltam vele, hogy úristen, mennyi jó úszó van, és hát így akkor egy picit azt mondtam magamnak, hogy jaj, először jussak döntőbe. Utána, amikor döntőbe jutottam, akkor jaj, legyen meg az érem, jó, hát most esetleg nem arany, de az érem. Tehát így azért próbáltam mindig nem túl magas mércét állítani magamnak, hogy ne okozzak magamnak csalódást, hogyha esetleg nem sikerül. Úgyhogy számomra is meglepetés volt az aranyérem. Merítkezel még mindig ebből az éremből? Igen, nagyon örülök, hogy megszerezhettem, és nagyon hálás vagyok tényleg, a végtelenségig hálás vagyok, hogy nekem ez sikerült. Amit úgy ennyi idő után is nehezen viselek, az a koránkelés, és az első csobbanás a vízzel. Utána már, hogyha így elindultam, akkor már így megy, meg a végén szeretek is még benn maradni, még az edzés végét követően, de így az első találkozás és a felkelés az azért van, mikor megszenvedek vele. Én is azt gondoltam, és kérdeztem másokat, hogy ez fog változni, és így nagyon vártam, hogy egyszer majd eljön, mikor ez így megy kapásból, de nem jött el, úgyhogy még várok rá. Rövid távú úszó vagyok elsősorban, bár nálunk már az 50 méter nem igazán az a rövid táv, ami az épeknél az 50 méter, de azért még rövid távnak számít nálunk is, úgyhogy ott nagyon kell figyelni a rajcra, a benyúlásra, és hogy végig azt a gyorsaságot tartsam meg, amit elterveztünk, mert az edzőm szerint még ebben van hiányosságom. A kezdetekkor, mikor elindultam, akkor egy nagyon nyugodt versenyző voltam, akkor így úgy voltam vele, hogy mindennek örültem, és mindent úgy fogadtam el, ahogy volt.
Aztán utána, amikor már jöttek az eredmények, egy kicsit rágörcsöltem, hogy nekem ez kell, nekem már vannak eredményeim, tehát tőlem már elvárnak eredményt, és ez egy kicsit így lelkileg egy kicsit bezavart nálam, hogy nem tudtam az a könnyed versenyző lenni, aki a kezdeteknél voltam. Most próbálok ahhoz visszatérni, hogy ez is, hogy ez a könnyedség, ez a légiesség, ami jellemzett engem, ez visszatérjen így a versenyzésembe. És mi a motiváció? Mikor összhangban van az, hogy az eredményed is, és az, amit te beleraktál. És akkor azt mondod, hogy megérte, és tényleg az utat, amit végigjártam, az hasznos volt, és annyi mindent tanultam, és annyira több lettem, és ez eredménybe is meglátszik, hogy ez az iszonytatóan jó érzés. Katinak már van arany, ezüst és bronzérme is a paralimpiákról. Nagyon keményen dolgozunk, mindent próbálunk szárazföldi edzésen is olyan dolgokat bevetni, amit eddig nem alkalmaztunk, úgyhogy remélem, hogy úgy jövök ki a vízből majd Rióba, hogy azt mondom, hogy tényleg mindent megtettem, amit szerettem volna. Helyezésben azért nem gondolkodom, mert a világranglistán jelenleg 8. vagyok, de olyan nüansznyi időkkel mondjuk a negyedik tőlem, hogy végül is lehet az is, hogy esetleg nem jutok be a döntőbe, bár ezt nagyon rosszul élném meg, de akár még egy 6 helyezésbe is bekerülhetek, tehát mindenképpen azon vagyunk, hogy jó helyezés legyen, de ennyire konkrétan nem merek azért jósolni. Amit így nagyon megtanultam, hogy tényleg fontos a kitartás, és tényleg nem szabad feladni, és mindig meg tudsz újulni, mindig ad az élet egy új lehetőséget, és mindig van egy olyan új dolog, amibe bele tudsz kapaszkodni, és bármilyen a magánéletedben is vannak ilyen mélyrepülések, akkor is itt volt nekem az úszás, vagy a versenysport, ami segített, és volt, hogy vigasztalt, volt, hogy kicsit már hátráltatott, de akkor is mindig itt volt, tehát, hogy kitartottam, és olyan, mintha kitartottunk volna valami mellett, ami végül is egy szép, tehát nagyon szép utat jelentett nekem. Krajnyák Zsuzsa nyert már érmeket paralimpiákon. Ezüst és bronzérmek gazdagítják az érem kollekcióját. Most viszont mindent megtesz azért, hogy a dobogó legmagasabb fokára állhasson fel, vagyis aranyért utazik Rióba. A vívás ez azért az a sport, ami egy kicsit később mutatja meg az eredményeket. Azt látták rajtam, hogy nagyon-nagyon szorgalmas vagyok. Én 98-ban kezdtem el vívni, és mondták, hogy a Sydney paralimpiára még van egy hely. Igazából nekem ott nagyon felcsillant a szemem, tehát azért volt sportmúltam, tehát nem a nulláról kezdtem. Talán az egy nagyon nagy előny volt számomra, és amikor csak tehettem, edzettem éjjel-nappal, akkor még 2 edzővel, hogy minél jobban föl tudjak fejlődni. Azt mondták, hogy nagyon jó versenyző vagyok, én ezt akkor még nem láttam, meg nem tudtam, mit jelent. Ma már azért tudom, és azt gondolom, hogy ezzel is azért kisebb előnyöm volt a többiekkel szemben. A munkának a gyümölcsein maximálisan hiszek. Most már azért így több év után már merem azt mondani, hogy nem biztos, hogy mindig akkor jön ki, amikor számítunk rá, ez élhet csalódásként is, de ki fog jönni. Tehát én is mai napig is biztatom a gyerekeket arra, hogy higgyék el, meg a saját kislányomat is, hogy a munkának mindig megvan az eredménye. Tehát ő nem véletlen vannak az aprólékos munkák, a kis taktikai, technikai dolgok, a csiszolás. Az én edzőm, Fetszer Viktor, az pláne ilyen nagyon-nagyon maximalista, nagyon-nagyon figyel, hogy az öklünk jó legyen, kézzel indulunk, 100-szor begyakorolni. Nem mondom, hogy mindig nagyon kellemes, de most már így felnőtt fejjel én is tudom, tehát hogy meg lesz az eredménye. Én úgy készülök erre, hogy én már abszolút tudatosan, tehát én azért erre figyelek, hogy én már tudom, hogy mi fog ott várni, tudom, hogy mik a hibáim. Igazából én nem is a technikai, nekem inkább ezt fejben kell ezt
végig úgy felkészülnöm erre, hogy nem kell ezt külön kezelni. Tehát én már hát szerencsére voltam több paralimpián, tudom, hogy mi fog ott várni, tudom, hogy ez az eufória, az a csoda, az a pompa, tehát hogy ez már engem nem fog. Tehát én tényleg maximálisan erre készülök, erre fejben elég rég most már, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem most, hanem már több mint egy éve. Tehát átálltam arra a szeptemberi paralimpiai 4 napra, amikor nekem ott villantanom kell. Az Európa bajnokság egy nagyon jó visszaigazolás volt. Tudom, hogy mindenki kikiáltott előre, hogy majd én fogom megnyerni. Azért én úgy éreztem, hogy pont nem abban a szakaszban vagyunk. Nem azt mondom, hogy nem nyerhettem volna meg, de Rióra készülünk. Én azt gondolom, hogy a vívásom az pont azt a szakaszt mutatta, ez a 3/4-nél tartunk. Abszolút nem vagyok elkeseredve. Most jön szerintem a neheze, tehát most is edzőtáborozunk, lesz pihenő időszak, de igazából most kell szerintem fejben, meg fizikálisan pont úgy koncentrálni, hogy ez szeptemberben kijöjjön. Szerintem hazudik az a sportoló, aki nem aranyéremért, vagy nem éremért megy. Tehát az butaság. Szerintem mindenki ugyanazért küzd. Én látom azt, meg átéltem, nagyon függ, hogy ébredsz aznap, milyen kedved van, nem tudom, milyen volt a holdállás, tehát nagyon-nagyon sok összetevője van. A vívás meg pláne egy olyan sport, amikor fejben nagyon ott kell lenni. Tehát nagyon-nagyon kevés az, hogy te fizikálisan rendben vagy, itt fejben nagyon kitisztának, nagyon felkészülten és tényleg koncentráltan csak arra tudják figyelni. Háromszor volt olyan, hogy volt családi problémák, és igazából nem tudtam figyelni. Hát ez sajnos a 2006-os világbajnokságon is mutatkozott az eredményeimen, de ma már egyébként meg tudtam ezt tanulni, hogy amikor én eljövök otthonról, akkor már nem családanya vagyok, itt vívó vagyok és sportoló, viszont innen elmegyek, becsukom a vívóajtót, és családanya vagyok otthon. Ez már nagyon jól működik, és nagyon jól tudom csinálni, és igazából erre büszke vagyok, mert szerintem ez nagyon nehéz volt először ezt így egy édesanyának magába belül lerendezni, hogy csúnya hangzik, de jelen esetben, ugye most is, itt csak a vívás van, itt önző vagyok, itt saját magammal foglalkozom. Tehát innentől kezdve itt nekem nincs külvilág. Viszont ha hazamegyek, ott meg nincs vívás. Tehát ott otthon boldogság van, családanya, anya ezt, anya azt, anya azt, és akkor élvezem. Tehát egy ilyen kettős élet, de tetszik. Tetszik. Zborai Gyula már 10 évesen elkezdett pingpongozni, amit édesapja tanított meg neki. Karrierjét egy autóbaleset törte ketté. Még ekkor sem tudta elképzelni, hogy imádott sportágát ne folytassa. Atén és Peking után most ismét paralimpiára utazik. Nem is akármilyen célokkal, hiszen veszíteni nagyon nem szeret. Én mindig egy olyan típus voltam, hogy mindig a győzelemre hajtottam, akárki ellen. Néha kicsit túl is ment ez, nem is a sportszerűtlenségem, mert nem az ellenfélel voltam a sportszerűtlen, hanem utána magammal, mert sokszor volt, hogy eltörtem a tütőmet idegességembe, mert mindig a győzelem, tehát csak az számított, tehát a vereség nem, és mindig előre szerettem volna jutni, tehát mindig annyit edzettem, mindig többet, hogy fejlődjön az ember, és ez vitt mindig előbbre. Éves korom óta NB-s csapatokban játszok, és hát innen fejlődtem fel erre a szintre, de sajnos ugye jött a baleset 16 évvel ezelőtt, és az úgymond ketté törte azt a pályafutást. Tisztán emlékszem arra, hogy mikor belénk jöttek oldalból, én ültem az anyósülésen, és már ordítottam a sofőrnek, hogy baj van, mert belénk jönnek a bordáim, a csípőmet, a szeméremcsontot, ezen a jobb oldalon mindenemet összetört. És hát mikor a tűzoltók kivágták az autót, és a tűzoltók kezdtek kihúzni, hát akkor döbbentem rá, a jobb csípőm az le volt szakadva teljesen, tehát az így lifegett. És akkor hát ordítottam, hogy szerencsétlen tűzoltó majdnem elejtett, meg úgy megjött, hogy mi van. Hát az első időben nem tudtam, hogy mi lesz, őszintén megmondom, mert egy évig rehabilitációs voltam, tehát egyszerűen 4 hónapig fekvő voltam. Utána mankóztam,
jó pár hónapig, aztán jött a botozás. Az első időszakban nagyon magam alatt voltam, tehát ott azt mondtam, hogy vége mindennek, és feladtam mindent. És ahogy kezdtem jobban lenni egy kicsit, akkor úgy kezdtem átértékelni a dolgot, és azt mondtam, hogy ez is egy élet, csak egy kicsit megváltozott. Máshogy kell hozzáállni, de úgy döntöttem, hogy nem adom fel, és meg fogok harcolni mindenért. Mindig van egy utolsó lehetőség, egy utolsó remény, amiben lehet kapaszkodni. Én is így voltam, és megragadtam ezt az alkalmat, ezt a parasportban, amiben hittem, ami igazából életcélt adott arra, hogy komolyabban vegyem az egész sportot, hát ezt a sportot, meg az életet is, mert ha nem nincs cél, akkor azt mondom, hogy belebetegszik az ember, és az senkinek nem jó. Egy év után újra műtöttek, de annyival jobb lett, hogy utána már kezdtem mozogni. Tehát néha lementem egy 20 percre, megpróbáltam állva pingpongozni, de nem mozgásból, hanem csak, hogy a kezemre ütötték a labdát. És amikor úgy ezt próbáltam hetente egyszer, aztán hetente kétszer, és kezdtem jobban érezni a mozgást, és akkor azt mondtam, hogy hát meg kéne próbálni. Volt egy ismerősöm Gyenes Diáson, aki már akkor mozgássérült versenyző volt, és mondja, hogy ő elvisz engem egy OB-ra, és akkor a Sarnyai Ica néni volt a szövetségi kapitány, és megkérdezte, hogy Gyula szeretne válogatott lenni. Hát mondom, én nem tudom, mivel jár, vagy hogyan jár, de biztos, ha méltónak ítélnek arra, hogy válogatott legyek, mondom, igen, szeretnék. És hát innentől datálódik az én magyar válogatottságom a mozgássérült asztalytenis sportban. Pályafutása alatt eddig két paralimpián szerepelt. Az athéni negyedik hely az a realitás. Akkor második voltam a ranglistán, de végülis az első tízből bárkit meg tudott verni, tehát én azt mondom, hogy nem rossz eredmény. Attól függetlenül nagyon sajnálom, hogy nem lettem érmes. Pekinget azt negatívumként éltem meg. A 9-10-es kategóriát az egyel kevésbé sérülttel összevonták. Innentől kezdve ugye nekem esélyem se volt, mert hát mit kezdjek, ráadásul olyan pekes sorsolásom volt, hogy megkaptam a későbbi olimpiai bajnok kínait, megkaptam egy francia balkezes fiút, aki 10-es kategóriás szintén. Az én merev csípőmmel egy gyenge késérülttel játszottam, és nem a játszó keze volt sérült, hanem a másik. Hát nem tudtam fölvenni vele a versenyt, már úgy nem tudtam, hogy 3-2-re kaptam ki 11-9 az ötödik szedbe, de akkor sem jutok tovább, mert csak az csoport első jutott tovább. És akkor a kínai valaki később meg is nyerte az olimpiát, 3-0-ra kaptam ki, szoros szettekbe, 7-8-8, hozzám képest az egyik legnagyobb meccset vele játszottam, még a kivetítők is azt adták. Én örültem neki, csak hát sajnos vereség volt a vége, de hát el kell ismerni, hogy ők jobbak voltak. Most nagyobb célok vannak, és most, mivel már rosszabbodott az állapotom, egy kategóriával lejjebb kerültem, úgyhogy 8-as kategória vagyok, a Csonka Andris a csapattársam, így csapatban esélyesek vagyunk. Az utolsó komolyabb világkupa versenyen, ahol ott volt az összes olyan komoly asztalitenisz múltal rendelkező ország, aki számít ebbe a parasportba, azt mi nyertük. Ha most ezt nézem, akár olimpia arany is lehet belőle, de őszintén megmondom, ha bejutunk a négybe, már elégedett vagyok, bízom benne, hogy összejön, igaz, mind a kettőnknek a toppon kell lenni, de nagyon bízom abba, hogy ha már a négybe bejutunk, akkor már érmet is fogunk szerezni. Váci Anita mindössze 3 évvel ezelőtt fogott először kajaklapátot a kezébe. Kerekesszékesként egyedül neveli a kisfiát, de edzésekre is kerít időt, hogy minél jobb eredményeket tudjon elérni a paralimpián. Bolondok háza lett az életem körülbelül, hát, aminek végül is nagyon örülök, meg nagyon örülök, hogy az embereket végül is összehozhatom egymással, de tényleg semmire nincs időm. Váltottam hajót, kaptam új lapátot, új eszközöket a támogatók révén, és itt Szegeden folytatom a felkészülésemet teljesen a paralimpiáig.
mindenféleképpen sportolni szerettem volna, és unokatestvérem kajakozott, és lementem megnézni, hogy is működik ez, vagy egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy én kerekesszékesként ezt kipróbáljam. És már úgy mentem oda az edzőhöz, hogy én Rióba szeretnék kijutni, hogy foglalkozna-e velem. Én mindig rögtön a szemét nézem meg a versenyzőnek, belenéztem a szemébe, és valami csodát láttam, és azóta ez a csoda ez tart, hiszen a csoda odáig jutott, hogy történelmet írt a leány a tavalyi világbajnokságon, a magyar paralimpikonok között, kajakosok között, ő nyerte meg az első olimpiai kvótán, és nem csapott be a megérzésem. Egy olyan alapozásom van túl, hogy nem kellett végigjárni a válogatóversenyeket, nyugodtan tudott készülni egészen mostanáig, és mostantól az ő formáját kezdjük élesíteni, szóval az alapálló képességenek nagyjából rendben van, és mostantól kezdődnek mondani tényleg a speciális gyorsító munkák. Igyekszem mindenkinek megfelelni, minden kötelezettségemnek eleget tenni, legtöbbet az edzésre fordítok, nekem az első, most, hogy itt leszek Szegeden végig a paralimpiáig, emiatt a kisfiamra sajnos kevesebb időm jut, ami miatt sajnos elég sokszor van már lelki fordulásom, ezért most próbálok albérletet keresni itt, hogy le tudjam ide hozni magamhoz. Az épekhez képest még speciálisabban, még jobban oda kell figyelniük az ő komfortérzetükre, mert csak akkor tudják teljesen átadni az erőt a hajón és lapáton keresztül a vízre, és ezáltal a teljesítmény tud növekedni, hogyha minden komfortos és mindenütt jól érzik magukat a hajóba. Az edzőim úgy mondták, hogy amikor komfortosan érzem magam a hajóba, akkor lesz jó. Akkor fogom tudni a legjobb teljesítményt nyújtani. Amikor teljesen fixnek, és azt mondom, hogy ez így szuper. Még egy-két apróság van, de már mindenre van tervünk. Úgyhogy végre ott tartunk, hogy célegyenesbe. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, küszködünk vele, viszont olyan technikákat, olyan módszereket és eszközöket használunk, amit az épp sportolóknál nem kell, viszont a parában minden szépen be kell hoznunk, mert csak úgy tudnak jó eredményeket elérni, hogyha komfortosak ebbe a hajóba. A beülő az nagyon fontos, mivel nem tudunk támasztani a lábunkkal, attól függ, hogy mennyire tudom átvinni az erőt a hajóra. És nekem például volt olyan esetem korábban már a régi beülőmmel, amiben bele vagyok szíjazva, hogy amikor beborultam, sajnos nem tudtam kijönni belőle. De mióta itt készülök Szegeden, és nagyon hálás vagyok a szegedieknek érte, ők kitaláltak nekem olyan beülőt, amivel együtt kijövök a boruláskor a vízbe, így nem áll fent annak a veszélye, hogy beleszorulok a hajóba és belefulladok. Európa bajnokságon már ezzel a hajóval indult, és a tavalyi világbajnoki időeredményét már elérte, és ezzel a negyedik helyet érte el. Ahogy közeledik az olimpia, egyre jobb és jobb formában lesz, úgy gondolom. A duisburgi világbajnokság az egy kvalifikációs világbajnokság volt. Én azon alapozó időszakban vettem részt, nyugodtan, mivel nekem már megvolt a kvótám, viszont a mezőny nagy részének még nem, szóval ott egy nagyon-nagyon kemény versenyről beszélhetünk. Meg is tudtam, hogy mire számíthatok én alapozó időszakban indulni egy olyan versenyen, de azért így emberileg átélni mégis azt, hogy nem tudom hozni azt a formát, amit én elvárnék magamtól, azért kicsit megviselt. Viszont most az Európa-bajnokságon már sokkal jobbnak éreztem azt a folyamatot, amiben tartunk. Próbálj figyelni egy kicsit rá, nem kell nagyon nagy iramot menni, szép egyenletesen. Mellettem Györfi Tamás és Jancsár László is foglalkozik a versenyzőkkel, és mi úgy kerültünk kapcsolatba a parakajakkenuval, hogy mi itt Szegeden épekkel foglalkozunk, és a Suba Robert keresett meg minket tavaly ősszel, hogy ő szerettek volna kérni a szakmai segítségünket, és mi felajánlottuk neki, hogy amiben tudunk, megpróbálunk neki segíteni, de akkor még ősztén mondani, hogy nem álmodoztunk ilyenről, hogy
paralimpia, meg ilyesmi, hanem csak próbáltuk szakmailag esetleg egy picikét az ő fejlődését elősegíteni. Folyamatos felépített edzéstervünk van. Alapozásnál vagyunk, most az EB előtt voltak gyorsító edzések is már, de azért még ezt nem vittük túlzásba, mert a paralimpia még messzebb van. Olyan szinten ott kell legyen, hogy az olimpián én bízom benne, hogy nagyon jó fog szerepelni. Egy dobogó. Dobogón szeretnék állni. Ez az álmom, vágyam és a cél most már. Talán már megszokták, adásunk vége felé játékunk következik. Előző kérdésünk helyes válasza és a nyertes neve a képernyőn olvasható. Péntek délig most azt írják meg nekünk, hogy Engelhardt Katalin melyik paralimpián lett első. Nyertesünk jutalma a következő. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Jövő héten Ráczkó Gittát ismerjük meg, aki csak úgy, mint Engelhardt Katalin, ő is a 7. paralimpiájára készülhet. Remélem, akkor is velem tartanak. Viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.